Sziasztok! Most egy évértékelős videót hoztam nektek, amiben kicsit értékelem az előző évet, 2022-t, illetve beszélek a 2023-as terveimről is. A kezemben van a telefonom, úgyhogy le fogok rá néha tekinteni, mert ebben vannak olyan adatok, infók, amiket nem tudok fejből, viszont szeretnék veletek megosztani. Először is kezdeném a dolog könyves részével ezt a videót. Összesen 74 darab könyvet olvastam el, és ez 17.012 oldal volt. Én ezzel nagyon elégedett vagyok. Nem gondoltam volna, hogy én ennyi könyvet el fogok tudni olvasni idén. Nem emlékszem pontosan, hogy 30 vagy 35 könyvet mondtam így az előző év előtt, hogy annyit szeretnék. Ez teljesült, úgyhogy tényleg nagyon elégedett vagyok. Egy olyan könyvem lett, amit félbehagytam, a többit mindet elolvastam. Fogok nektek hozni egy olyan videót, amiben beszélek a kedvenceimről, illetve a csalódásokról is, úgyhogy ezt a félbehagyott könyvet most nem fejteném ki nektek. Összesen egyébként nem mondanám, hogy teljes mértékben elégedett vagyok így olvasás terén az előző évemmel, mert valahogy nem olvastam igazán sok olyan könyvet, amire azt mondanám, hogy maradandó volt. Persze olvastam jókat. 3 darab könyvet jelöltem csak kedvencnek, pedig én egyébként elég könnyelműen szoktam osztani ezt a kedvenc dolgot, illetve hát évelején több könyvre is adtam úgy 5 csillagot, hogy így utólag nem biztos, hogy annyit adnék rá. Év végén már nem osztottam olyan bőkezűen ezeket az 5 csillagokat, úgyhogy nem volt rossz év, de azért picit úgy érzem, hogy lehetett volna jobb is, hogy olvashattam volna kicsit jobb könyveket is. Igazából egyébként nem voltak hűde rossz könyvek sem, csak valahogy tényleg én úgy érzem, hogy valahogy több olyan könyvet szoktam olvasni, amire azt szoktam mondani, hogy wow. A tavalyi TBR listámon 30 könyv szerepelt, amiből 21-et olvastam el, illetve ugye volt az az egy félbe hagyott, úgyhogy igazából a 30-ból 22 könyvvel így megismerkedtem, így nem tudom azt mondani, hogy elolvastam, mert ugye van egy félbehagyott, viszont én ezzel a számmal nagyon elégedett vagyok. Évelején egyébként nagyon belelendültem, és elkezdtem azokat olvasni, amiket felraktam a TBR-omra, aztán ez így elég hamar abba maradt, és akkor az az évelei lendület eltűnt, úgyhogy én azt hittem, ennyi se lesz. A Zuhanunk egymásba volt az a könyv, amire azt mondtam, hogy bármi történik, idén el fogom olvasni, és el is olvastam ezt a könyvet. Összességében tetszett a könyv, viszont azért nem lett kedvenc, úgyhogy ez is egy olyan könyv, ami úgy jó volt, de nem volt semmi extra. És igen, ez az, amit az előbb is mondtam, hogy nagyon sok könyvvel kapcsolatban érzek így. Videózás szempontjából kicsit kevésbé vagyok elégedett, bár amikor nem került föl a videó a csatornára, az ilyen tudatos döntés volt félig. Nem azt döntöttem el, hogy nem fogok videót kirakni, hanem amikor volt egy kis idő, azt nem videózással szerettem volna éppen eltölteni, hanem olvasással, mert egyébként nagyon szeretek videózni, viszont amikor nagyon-nagyon kevés időm van, és már 1000 éve nem olvastam, akkor nyilván kicsit inkább olvasok, vagy leülök Dáviddal sorozatot nézni. Szóval ilyen szempontból volt tudatos döntés, hogy fontosabbnak tartottam ezeket a dolgokat, mint a videózást, és ilyenkor nem került föl. Úgyhogy azért elég sokszor előfordult idén, hogy kimaradtak videók, vagy hosszabb ideig nem volt. Ez nem jelenti azt, hogy abba szeretném hagyni, mert egyébként tényleg nagyon szeretek videózni, viszont vannak fontosabb dolgok az életben, és így néha nincs videó. Az idei terveim pedig, hát könyvek szempontjából 10 darab könyv került fel a TBR listámra, ezt a 10-et mindenképp el szeretném olvasni. Természetesen, ha valamiért nem olvasom el, akkor sem fogok karóba dőlni, tehát azért én nem veszem ilyen szigorúan ezt a TBR listát, csak úgy körülbelül meghatároztam magamnak, hogy azért valami mégis legyen. Erről majd hozok egy külön videót, hogy mi is ez a 10 könyv, illetve hát
nem fogadom meg, mert nem akarok olyat megfogadni, amit nem biztos, hogy be tudok tartani. De első körben most nagyon-nagyon szeretném az itthon lévő könyveimet elolvasni, és csak utána venni új könyvet. Elképzelhető, hogy ez nem fog teljes mértékben megvalósulni, de mindenképp ez most a cél, hogy az itthon lévő könyveimet elolvassam. Azt hiszem, meg is nézem gyorsan. Jelenleg 42 olvasatlan könyvem van itthon, ebből egyet olvasok jelenleg, és hát, mint tavaly évelején, idén is kiszelektáltam egy részét, igazából olyan szinten, hogy szeretném eladni, megmutatom nektek. Van 9 könyv, amit igazából szeretnék egyben eladni, mert nekem is ez a legkönnyebb. Ez a Csillagvándor, az Így kerek az életem, illetve ennek a másik része, ami persze legalul van, de azért gyorsan megmutatom. Van a Piszkosul akarlak, a Szerelem első kattintásra, a Szépségára, és a Boldogan éltek. Ez a 7 könyv van itt nekem egy kupacban. Igazából ezt 3500 forintért próbálom eladni. Bár igaz, hogy ma kezdtem el hirdetni, ma még senki nem jelentkezett érte, de őket úgy érzem, hogy nem szeretném elolvasni. Tehát itt vannak a polcomon, szeretném az olvasatlan könyveimet elolvasni, viszont velük kapcsolatban úgy érzem, hogy őket nem, mégse. Úgyhogy ezért inkább szeretném őket eladni. Illetve van 2 könyv, amivel szintén mindig úgy vagyok, hogy el kéne olvasni, de sosincs hozzá kedvem, de azért ezektől mégis nehezebben válok meg. Úgyhogy ezt a 2 könyvet egyben 2500 forintért raktam föl, úgy vagyok vele, hogy ha ennyiért elviszik, akkor odaadom, és akkor ez egy olyan jel, hogy igenis adjam el. Bár szerintem azért 2 könyvért olvasatlanok, hibátlan állapotúak, nem sok ennyi pénz, de azért tudom, hogy használt könyvekre kevesebbet szán az ember. Na mindegy, szóval, hogyha így megveszik őket, akkor tőlük is megválok, ha meg nem, akkor majd ráveszem magam egyszer, hogy elolvassam őket. Szóval ezt a 9 könyvet szeretném még kiszelektálni, a többit pedig már csak el kéne olvasni, amihez ugye idő kell, de hát nagyon bízok benne, hogy sikerül idén elolvasni ennyi könyvet, már ha ezt a 9-et nem vesszük hozzá, és hát tényleg megpróbálok addig nem új könyvet venni, mert nyilván ha új könyvet veszek, akkor nem fogynak a régiek, fogynak, tehát hogy nyilván nem olvasom el őket, és igen. Az olvasás szempontjából azt hiszem ennyi tervem van, ami konkrét. Videózás szempontjából, hát a tavalyi évben azt nem mondtam még el, hogy felkerült több olyan videó is, ami nem könyves tartalom, én azt is nagyon élveztem csinálni, meg fölvenni, úgyhogy valószínűleg idén is lesz, illetve vannak terveim, hogy miket szeretnék megvalósítani, meglátjuk, hogy összejön-e, igazából ez is csak idő kérdése, megpróbálom. Továbbra is szeretnék könyves tartalmakat, valószínűleg ez lesz többségében, de szeretnék továbbra is olyan videót, ami nem könyvekhez kapcsolódik. Például szeretném végre felvenni azt a videót, amiben elmesélem, hogy milyen is volt az esküvünk, úgyhogy vannak tervek, viszont szinte biztos vagyok abban, hogy május környékén, illetve nyáron nem igazán lesz videó, mert nem lesz rá idő. Továbbra se szeretném abba hagyni, és szeretném majd folytatni, amint lesz rá több időm, de meglepődnék, hogyha lenne annyi időm, hogy előre felvegyek videókat arra az időszakra, vagy legyen annyi időm akkor, hogy videózzak, úgyhogy valószínűleg idén sem lesz minden héten videó, lehet, hogy lesznek kicsit hosszabb kimaradások, de mindenképp szeretném folytatni. És hát szívesen várom a
az ötleteket, vagy hogy melyik videótípus szeretitek tőlem a legjobban, miért látnátok szívesen, akár írhatok olyat is, amit még nem csináltam. Az olvasással kapcsolatban még annyit hozzátennék, hogy ahogy videózni sem lesz időm, biztos vagyok benne, hogy lesz olyan szakasz is az évben, amikor nagyon-nagyon keveset vagy szinte semmit nem fogok olvasni, így nem nagyon mernék számszerűsíteni, bár most így persze, hogy ezt mondtam, egyből elkezdtem gondolkodni, hogy vajon mi lehet az a könyvmennyiség, amire idén azt mondhatom, hogy mindenképp szeretnék annyi könyvet elolvasni. Hát, ahogy mondtam, már korábban 10 könyv került fel a TBR listámra, azt mindenképp szeretném. És hát elég nehéz, mert ugye azt is mondtam, hogy az itthon lévő olvasatlan könyveimet szeretném elolvasni, ami, ha kivonjuk azt a 9-et, amit kiszelektáltam, akkor is 31 darab, és az annyira nem tűnik soknak, de hogy én így örülök, ha idén 20 könyvet sikerül elolvasnom, úgyhogy majd meglátjuk, melyik valósul meg. Ilyen terveim vannak olvasás és videózás szempontjából, és hát igazából majd meglátjuk, hogy mi hogy alakul, mert semmi nincs kőbevésve, és hát azért nagyon sok mindent nem lehet előre számításba venni, úgyhogy meglátjuk. És hát azt hiszem, ennyi lenne már ez a videó. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, találkozunk!